Videóüzenetet küldött Donald Trump a budapesti szípek résztvevőinek. A volt amerikai elnök azt mondta, hisszük, hogy a hit és a család egy jó és szabad társadalom alapja, és össze kell fognunk, hogy megvédjük az értékeinket. A videót közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor, aki válaszában azt írta a volt amerikai elnöknek, hogy jöjjön vissza és hozzon békét. Donald Trump videó zenetével kezdődött a Szípek Hungary pénteki napja. A korábbi amerikai elnök beszéde elején üdvözletét küldte Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit nagyszerű embernek és vezetőnek nevezett. Úgy fogalmazott, együtt hiszik, hogy a hit és a család egy jó és szabad társadalom alapja, úgy gondolják, hogy egy határok nélküli nemzet valójában egyáltalán nem is nemzet. Donald Trump szerint össze kell fogni, hogy megvédjük az értékeinket, de ő biztosabban, hogy győzni fogunk. Magyarország és egész Európa konzervatív polgárainak üzenem, hogy folytassák a harcot, és soha ne lankadjanak szabadságunk és civilizációnk védelmében. A kommunisták és a globalisták visszaszorulóban vannak mindaddig, amíg maga magabiztosan törünk előre, és így mindenképpen győzni fogunk, most is nyerésre állunk, és végig fogjuk csinálni. Fogalmazott a korábbi amerikai elnök. A volt amerikai elnök üzenetét Orbán Viktor is megosztotta a közösségi oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez azt írta, köszönöm elnök úr, térjen vissza és hozzon békét. A Szépek Magyarország záró napján több meghatározó európai politikus mellett felszólalt Gulyás Gerge is. A miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében a vók, vagyis a történelmet radikális baloldali szemlélettel újraértelmező ideológia veszélyeire hívta fel a figyelmet. A tárca vezető kiemelte az idei konferencia egyik mottóját, a No zont", és fontos célnak nevezte, hogy több országra lehessen kiírni ezt a mondatot. Legyenek olyan politikai erők kormányon, amelyek azt hirdetik, hogy a saját hazájuk nem válhat vókzónává, akik úgy gondolják, hogy a férfi férfi, a nő nő, az alapvető értékeinket, a nemzetet, hitet, hazát és összetartozást pedig meg kell őrizni. Az idei magyarországi szípek felszólalói között volt André Ventura is, portugáliai Sega pártelnöke, elnöke, aki Torbán Viktor pénteken a Karmelita Kolostorban fogadott. Megbeszélésükön áttekintették a magyar-portugál kapcsolatokat és a nemzetállamok egyre jelentősebb szerepét a megújuló európai politikában. Orbán Viktor emellett munkaebét keretében tárgyalt a Szípek Magyarország konferencia európai vendégeivel, köztük a legjelentősebb európai jobboldali pártvezetőkkel. A meghívottak között volt mások mellett Janez Jansa, korábbi szlovén miniszterelnök, valamint Jordan Bardella, európai parlamenti képviselő, a nemzeti tömörülés elnöke. De részt vett a találkozón Tibó François, a francia nemzetgyűlés tagja, valamint Harald Wilimski, az osztrák szabadságpárt európai parlament menti képviselője is. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken fogadta David Konstin korábbi amerikai nagykövetet, akivel az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatainak jelenéről és jövőjéről volt szó, valamint megvitatták az ukrajnai háború következményeit, a tűzszünetet és a békekötés lehetőségeit. Orbán Viktor tárgyalt Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnökkel is.